Yasyam Gyananjana Shalakayam Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Most a jógát olvasunk, hogy hogyan kell gyakorolni jógát, hogy kell irányítani a levegőt, életet, levegőt, elmét, intelligenciát. Ugye a jóga szó azt jelenti. Mit jelent egy a jóga? Összekapcsolódni. Ugye a kapcsolatot jelenti. De kétféle kapcsolatot jelenti. Egyik a kapcsolat megszüntetése anyagi világgal, a másik kapcsolat létrehozása legfelsőbb istenség, legfelsőbb személyiségével. És itt rögtön magyarázza a Srila Prabhupada meg a versbe is, látjunk, hogy az elmének a természetét. Az elme csapongó. Esetleg valaki észrevette, ugye, már volt-e valakinek ez a ritka tapasztalat, mikor csapong az elme. Általában mindig szátva gunában van, ugye. És ugye a joga rendszer pont a astanga joga, vagy úgy mondják, hogy gyána joga, ez a joga szutrában van elmondva. Patanjali Muni, aki írta hozzá az egész írást, Yoga Sutrát, és nem ő találta ki az egészet, hanem ő csak összerakta, egybe összevonta, és akkor magyarázza az második szutra, Yoga Sutraból, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Ugye, hogy az embernek van problémája, ez a Chitta Vritti, ugye a tudatnak, az elme, nek a hullámjai, hát mostani korban a hullámjai, hogyha mondjuk az elmében van, az mondhatjuk, hogy ez nagyon jó. Ebben a korban inkább cunámjai vannak, na az jobban megfelel a mi korra. Kinek szokott lenni cunámi? Vannak, nagyon jó. Vannak lelkes bakták, akik bevallták az igazságot, hogy vannak cunámik. Igen. És ez egy probléma, mert ezáltal az embernek a boldogsága az nincsen. Mert a joga, vagy ezek a chitta vritti, ezek a cunami hullámok, ami a tudatban vannak, az szétszórják a tudatot. És ahhoz, hogy ember legyen boldog, akkor joga segítségével ő egybe kell összerakni kell az elmét. Mondja, az elme szét van hasítva, ugye ezekről egy kicsit részletesen fogunk beszélni, szét van hasítva, és olyan gyenge az elme, mint mikor napfény, beengedjünk ide sötétető függőn keresztül, akkor nagyon gyenge lesz, sötét lesz, le lesz szűrve, és legyengítve a napfénye. Ugyanúgy az elme a kötőrök hatására, és anyagi vágyok hatására, azokat mindjárt beszéljünk egy kicsit, legyengül. Ezért ember nem tud összeszedni magát, nem tud koncentrálni, nem tud megemészteni nehézségeket, akkor traumáknak éli át, meg tud sértődni, nem tudja megbocsájtani. Ez minden az elme problémái, ami alakul az anyagi energia kapcsolaton át. És Charaka Samhita, ez az Ayurvédának egyik írása, ott fogalmazva van egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan működik ez az egész elme, mik ezek a
dolgok, amik vannak a tudatunkban, ami által legyengül a személy, boldogtalan, és akkor mindig vagy az irigység, vagy ezek a sérelmek, traumák, félelmek, megbocsájtás nehézségei, düh, megsértődés, és a többi csokor, amit már sokszor hallottunk, az hogyan nyilvánul meg. Ez minden ugye anyagi világgal kapcsolatnak köszönhetően, és Charaka Samhita magyarázza, hogy ez hogyan létrejönnek ezek a problémák. Ugye ezek nem más, mint a szamszkárok. Ugye ez már dörzsölt szó, hogy szamszkár. Mindenki hallotta már. Szamszkár, ami azt jelenti, ami lenyomatot fog hagyni. De milyen lenyomatot és hogyan lenyomatot, mi a mechanizmusa ennek a szamszkárnak, ami teljesen befolyásolja embernek a tudatját. Ez így hangzik. Szamszkára hináma guna antaradhana. Az azt jelenti, hogy szamszkára hináma, szamszkárának azt nevezik, ami mit csinál? Guna antara adhana. Guna mit jelent? Három kötőerő, guna, három kötőerő. Antara, ez olyan szó, mint a intro. Tudjátok, hogy amikor valaki nagyon akarja illúzióba esni, és azt gondolja, hogy nagyon boldog, akkor intro, vénás adagot adja magának, ugye? Ez a intro, ez a antara. Adhana, van egy ilyen kifejezés, garbadhana, garba adhana. Ugye ez megtermékenyítés, vagy adhána az azt jelenti, hogy vetés. Ugye amikor mi megyünk, földbe vetjünk a magukat, ez a vetés, vet. És szóval szamszkára hi antara adhána, az azt jelenti, hogy a szamszkárok az azok, amik kötő erőket vetnek az embernek a belsejébe, tudat belsejébe. És mikor ők bevetnek, akkor utána nem lehet megváltoztatni már a dolgokat. Nem lehet megváltoztatni, és nem lehet máshogyan viselkedni, mert ezeknek a gyűjteménye megalakítja azt, amire mi szoktuk nagyon büszkék lenni, hogy én ilyen vagyok. Engem el kell fogadni, mert én ilyen vagyok. De én milyen vagyok? A szamszkárának a kombinációja, ugye a mai karakter, amikor ember megszületik, és az a karakter, amelyik elől rendelkezik, ez a szamszkárok, nem más, mint szamszkárok, és ők irányítják, ugye? Mert sokszor tudjuk, hogy most nem kell megsértődni, de megsértődjünk. Miért? Mert a szamszkárok megírták nekem egy programot, be vagyok programozva, hogy hogyan bizonyos szituációkba reagáljak. Ugye, és akkor én nekünk megvan mindenre egy program. Hogyha egy helyzetbe kerülök, akkor ez bekapcsolja egyféle programot. Ugye, hogyha valamilyen helyzetben vagyok, ami mondjuk félelem és negatív, akkor bekapcsolja egyféle programot, és akkor próbálok megszabadulni tőle, kritizálni azt a helyzetet, és így tovább, és így tovább. Hogyha valami tetszik, akkor fog tetszeni. Ugye, Srimad Bhagavatam Krishna magyarázza Uddhavának is, hogy amikor az ember aham, amikor pramata buddhi, amikor nem érti, hogy én ki vagyok, amikor nem tudja, én ki vagyok, akkor az a pramata buddhi, akkor az intelligencia megzavarodik. Ugye Bhagavad Gita 33. fejezetben, 27. versben van, Prakriti kriyamanani, gunai karmani savrasa, karta aham, hogy én vagyok a cselekvő. Én itt nekem köszönhetően valami történhet a világban, ugye karta aham. Karta az azt jelenti cselekvő. Aham, én vagyok a cselekvő. Amikor nincs ezzel tisztába, akkor megjelenik rajaguna. Rajagóra. Emlékeztek, mikor volt több salagrám a Sridhar Maharajnak a salagrámjai,
és volt közöttük Ghora Nrisimha. Ghora, ez azt jelenti félelmetes, nagyon félelmetes. Az a salagrám meg is volt olvadva a dühtől, úgy nézett ki, meg van olvadva, nem tudom, ki emlékszik rá. És az a Raja Ghoran, akkor ez a félelmetes Rajaguna kerül az ember tudatába. Intro. Hopsz. És akkor ember már akarja Sankalpa Savikalpacsa, hogy akarja elfogadni az, amit tud élvezni, elutasítani, ami akadályozza élvezetet, vagy szenvedést okoz, akkor ő ezt, ezzel kettő között kezd élni. És végül egy elme megörült. Ugye, Kartaha Aham Iti Manyate Mudha, Vimudha. Az ember lesz, vagy Pramata, őrült, de érdekes, hogy Yata Pramata. Krishna, amikor mondja a 11. énekben, azt mondja, minthogyha őrült. Szóval gyakorlatilag minthogyha őrült lesz, csak azért, mert anyagi energiával társul, akkor őrült. De valójában senki se őrült. Ugye, és akkor Vimudha, ugye ez ugyanazt mondja Krishna a Bhagavad Gita-ban, és ebbe az állapotba nincsen más, igen, Guna Dhyana. Akkor beindul neki a Dhyana, vagy Visaya Dhyana. A Dhyana ez mit jelent? Meditáció. Beindul a meditáció, de mire? A Guna három kötőről a meditáció, vagy Visaya? Vagy az érzékielégítésre jön a meditáció. És ő azt gondolja, hogy akkor az én életemnek a célja, a küldetése, mindenki most, hogyha megnézi interneten, mindenki keresi, mi a küldetése. Az azt jelenti, emberek azt gondolják, hogy a küldetés arról kell, hogy szóljon, mi az, amiben én legtöbb szamszkárot begyűjtöm. Ezt el lehet képzelni, hogyha valaki összegyűjti a szamszkárokat, ami mai oktatás gyerekeknek arról szól, hogy az a lényeg, hogy gyűjtsed a szamszkárokat, ami utána téged fognak irányítani, és akkor boldogság az nagyon nincsen. Ugye, mint most büszkék a tudósok, hogy mi más nagyon civilizált a világban élünk. Ugye vannak kütyük, ilyen, olyan, Facebook, YouTube. De védikus szempontból, hogyha mi megkérdezünk, hogy mi alapján lehet megállapítani, melyik a társadalom civilizált. Ki tud mondani? Mi alapján kell? Az alapján, hogy mennyire boldogok azok, akik laknak abba a társadalomba. És hogyha most megnézzük a társadalomnak a 99,9% Chittavritti, zavart mindenki, Pramata, őrült állapotban van, nincsen boldog, akkor ez most nem civilizált társadalom, hanem barbár társadalom. Ugye? És a probléma megint az, hogy főleg, amikor a gyerekek, ugye a gyerekeknek, felnőtteknek a szamszkár máshogyan egy kicsit működik, mint a gyerekeknek. Ugye a gyerekeknek, mivel még egy kicsit tisztább a lap, mivel ők új testet kapták, hozták szamszkárokat, vágyokat előző életbe, de maga Kréta deszk még egy oldal tiszta még. Ez azt jelenti, jobban lehet érzékelni élményeket. És hogyha gyereket minél korábban tanítják, mondjuk, mint a dohányzásra, nem életre és a többi, az nagyon-nagyon erősen fog kontrollálni az egész életébe, és nem fog tudni koncentrálni a lelki dolgokra. Nem tud összeszedni az elmét, szét lesz csúszva. És most ez a lényeg, hogy internet minden is egyszerre, minden kell csinálni, minden akarok. Ez a probléma. Közben nézzünk az időt. És Antara Adhana, ugye Guna, és akkor ezek a kötőrök beköltöznek, és akkor kontrollálnak. Ők alakítják a vágyukat, a fóbiákat, félelmeket, karaktert, és viselkedést, mindent csinálnak. És akkor magától ember rabja lesz az egésznek, és nem tud. Ugye, ahogy mondja Krishna Bhagavad Gita-ba, karma bandana, ugye. A magyar fordítás bandana, egy kicsit enyhe, azt mondja, bilincsei.
A bilincs ez egy enyhe dolog, mert bilincsekben sok mindent lehet csinálni, nem? Lehet enni, lehet szaladni, de hogyha mondjuk a bandana, ez a gusba kötve, ki már látta a gusba kötéseket? Ugye, az még kicsit nehezebb már mozogni meg. És ez a karma bandana, és mikor több bűnt követi el a lélek, akkor gusba lesz kötve hogyan? Állati testbe, ugye, és még sok, még korlátozottabb lesz az ember a lehetőségekkel. Nagyon ritka, amikor emberi testbe fog kerülni. És akkor így jön száda szád, jönni dzsanmaszó, ugye, ember ebbe az óceánjába csak fog menni és szenvedni. De akkor hogyan működik a jóga? Ugye, minden probléma ezzel van, és amikor joga szutrát magyarázni kezd Patanjali Muni, ő nem azzal kezdi, hogy jó, akkor tanuld meg Surya Namaskart, utána végén Savasana, és akkor lélegezél a kis pranayamat, és vége, hanem először pont ezt magyarázza, hogy miért kell joga, milyen problémák vannak, hogyan alakulnak. És akkor ott ezeket a szamszkárokat magyarázza, hogy ezért mondja, hogy jogas citta vritti nirodha. És mondja, hogy a jogának a fő célja ez a önmegvalósítás. Ugye még azok, akik jogát, gyakorlatokat, vagy jogákt, klasszikus astangat is oktatják, nem a itteni világi, hanem jogik, meg azok között is kevés van, aki érti, hogy ez a harmadik szutra, hogyha jól emlékszem, ami most szanszkritot nem emlékszem, azt mondja, hogy a joga segítségével embernek kell megvalósítani magát, kapcsolat Isten, a szvarupát, a lelki szvarupát. Szóval még abban is, Patanjali Muni nagyon tisztán volt az egész joga céljával. És ugye van szerencsés lelkek, akik rájönnek, hogy valami nem jó ebben a világban, ugye dukhalájam, a sásvatám, hogy itt én akarok boldog lenni, de mindig dukha, boldogtalanság, szenvedés jön. Akarok, hogy na most már mindig ilyen jó legyen minden, a sásvatám, ideglenes. Ma jó kedvem, holnap rossz kedvem, ugye közben beindulnak ezek a bolygók, a legjobb a hold, az úgy dobálja az elmét. Hát képzünk el, ugye mit csinál az óceánon a hold, mit csinál? Dagály, apály, ugye? Viszi egyik irányból másikba. Egy óceán, hány tonna liter van egy óceánban? Nem lehet tudni. És az, amikor a hold így hordja ide-oda ezt a nem tudom hány tonna vizet, van-e hatásnak a holdra? Semmi. Nem is érzi ezeket. Na most, ki fürdött óceánba? Na, komoly itt nyaraló csapat összejött. Szamszkárokkal. Az óceán fürdő szamszkárokkal. És ki fürdött óceánba, amikor ilyen hullámok voltak, mint itt az a mennyezet. Vagy ez a mennyezet is jó. Ki volt ilyen hullámok óceán? Nincs ilyen szamszkárok senkinek? Nekem volt. Volt a kisebb, akkor az egy jó volt, de mikor bementem ilyen nagy hullámokba, akkor már semmit nem irányítottam. Akkor az óceán engem dobálta, mint szalmaszálat. Semmi, és csak kimentem, mert amikor lenyomja víz alatt, akkor ott többféle sodrás van, és féltem, hogy eltörik engem, mint a szalmaszálat kettővé. Mert semmi bajom, így élveztem, mert jó, már mindig ki tudtam jönni, de az, hogy el tud törni, attól elgondolkodtam, és akkor ki kellett szállni. Szóval a hold dobálja az óceánot, mint egy szalmaszált, az óceán egy ember dobálja a szalmaszált. Akkor hogyan dobálja az elméjét az embernek a hold? Ugye? Tudjunk, mi a kettő kritikus pont a holdban? Ki tud mondani, nem sokára lesz, fogtok érezni. Teli hold és új hold. Ugye, ha megnézünk statisztikát, mondjuk a teli holdkor legjobb kitörés van a sárga házokba. Ugye, mert akkor túl sok energia van, és hogyha kicsit ksipta,
vagy viksipta, az elme aktív is, hogy mondjuk így kicsit így pramata, akkor nagy kitörés van, ugye? Holdkorosok, mert hogyha van holdkorosok itt? Szigyelősek. Akkor is teli holdkor. Szóval ezek így történnek. És akkor vége. Igazából egy lélek ebbe, mint az óceánba egy szalmaszál. Csak azért, mert szamszkárokat megcsinálta magának, kész, nem irányítja semmit. És ezt lehet látni, amikor jövünk Krisna tudatba, és leülünk meditálni, dzsapázni. Ugye? Hogy hívják? Yoga Muni? Patanjali Muni? Ő magyarázza, mi történik, mikor valaki leül meditálni. Mikor mi leülünk dzsapázni. Akkor kettő szamszkár kezd harcolni egymással. Az egyik szamszkár, ami van, ez a vyuthana. 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 Így működik. Ez azt jelenti, hogy észrevettétek, leülünk, na most leülünk csapázni. Ha réki is nem, és már nincs ott az elméje. Már nagyon messze van a dzsapától. Úgy leseperte, észre se vettünk. Ugye? Csak az utolsó 16. körnél, ráma, ráma, haré, haré. Már le is dzsapáztam. De jó. Vyuthana, eldobtam a dzsapát. Vyuthana, hopsz. Szóval a vyuthana szamszkárok, ez azok minden egyes élvezetek, szamszkárok, amit mi átéltünk sok-sok-sok életen keresztül, azok rögtön jönnek fel, mikor valaki kezd dzsapázni. Rögtön. Haré Krisna, nincs. És ez nagy-nagy harc. És a második szamszkár, ugye van kettő szamszkár, ahogy mondtam, a második szamszkár úgy hívják, hogy nirodha. Ugye citta vritti nirodha. Nirodha az azt jelenti, hogy nirodha úgy mondják, hogy nincsenek hullámok, de nirodha szamszkár az inkább az, hogy mondhatjuk, hogy lelki szamszkárok. Lelki szamszkárok, ugye, mert van, amikor valaki dzsapázik a Hare Krishna, és akkor jön az íz, valakinek kezd egy kicsit könnyezni a szeme, és nagyon jó érzi magát, érzi Krishnát a szent névben. Ugye szokott lenni ilyen. Mert mindenkinek vannak a niroda szamszkárok, ez mindenkinek van. De mivel mi ragaszkodunk a vyuthana szamszkárokhoz, és mikor nem dzsapázik valaki, és foglalkozik más dolgokkal, és adja elmének meditálni az érzéki kielégítési dolgokon, érzéki tárgyokon, akkor antaradhana, guna szamszkára, hináma, guna antaradhana. Akkor a kötőerőket hívjunk be. Intro. Befele. Nagyon mélyen. Megy befele ezeknek a gúnák. Kötőerők. És ez egy energia. Észrevettétek, hogy lehet, néha nem lehet, leülünk, és egyszerűen nem tudjunk koncentrálni a szent névre, mert az elmét elviszi. Bala, ugye, hogy Arjuna is mondja, Krishna is mondja Bhagavad Gita-ban a harmadik, vagy a második fejezetben, hogy balavatam, hogy nagy ereje van az elmének. És ez az ereje, ez van táplálva. Minél többet foglalkozok anyagi dolgokkal, annál jobban erőt adok, táplálom, akkumulálok az energiát a vyudana szamszkárakba, és ezért nem megy a dzsapa. És csak néha ezek a jó pillanatok, akkor épp hogy valahogy a hold elfeledtette rólunk, és valahogy elaludták a vyuthana szamszkárok, akkor fel fog jönni a niroda szamszkár. De akkor mit lehetne csinálnunk? Pont van 10 perc, mert ez lesz a legpraktikusabb, amit most fogunk megbeszélni. Mi a megoldás? Ugye itt van a jóga, persze bhakti jóga, Srila Prabhupád mondja, de hogyan csináljunk ezt a bhakti jógát, hogy vyuthana szamszkárok
ne vigyenek el engem, és hogy én tapasztaljak egy év gyakorlatok után, 20 év gyakorlatok után tartalmas, vagy tartós, hosszú távon tartós ízt a szent név éneklésébe, a bhakti joga gyakorlatba. Ugye erre van 3 tanács, amit lehetne csinálni. Nem kell megijedni a vyudhana szamszkáraktól, mert ahogy mondtam, mindenkinek van, ez természetes. Hát ki jött lelki világból? Mindenki? Jó, az jogos. Akkor Srila Prabhupád ki Jai Vizki Vigyeleckinek. Mindenki. De azért egy kicsit már itt van egy pár születés után, ugye? Ez azt jelenti, hogy mindenkinek van ezek a szamszkárok, gúnak az elmébe, csittába, pramata. És az, hogy mindenki, mikor dzsapázik és elmegy az elmé, ez oké, okay, ez belefér. Az belefér, mert nem tudjuk máshogyan csinálni. De, és ez nem számít még a szent név namaparádnak. Hogyha elmegy az elme, a szent névt próbálok figyelni, elmegy az elmém, és próbálok visszahozni, az nem számít namaparádnak. Mert Krishna látja, jó, igen, a gyerekkorja nehéz volt, gyerekkorja, intravéna, minden volt. Megérti Krishna, hogy ezek a pramata, kicsit nehéz körülményekből költözött be, és baktává vált, és ez természetesen, hogy elmegy az elmé. De amikor valaki feladja és mondja, jó, akkor úgyse megy nekem, akkor már valahogy így ezt a számokat letekerem, 16, akkor nem is kell japa, elég a japa démon, ismertek a japa démont? Vannak ilyen ügyes dolgok, hogy nem is kell már japa, hanem egy kis számláló, ilyen kis villany, elektromos, és akkor miért jó? Mert akkor el lehet menni Tesco-ba gyapázni, el lehet menni moziba legyapázni közben. Annyi sok, ez praktikusabb. A Vyudhana szamszkára gyapába sokkal praktikusabb, mint mert gyapába bemenjünk valahova, akkor emberek látják Krishna, és milyen furcsa, miket csinál, hogy csinál, és akkor nekünk kényelmetlen lesz. Mert utána, amikor gyapáról prédikálunk, akkor fognak mondani, te is így mész csinálsz. Szóval, amikor valaki azt gondolja, jó, akkor valahogy, majd halálpillanatban majd jó lesz, most valahogy csak kipipálom ezeket a köröket, 16 kör, akkor így rendben vagyok, és akkor elkezdi gyapázni, akkor már utána jön, ugye itt most Krishna völgyben nem olyannyira nagy lehetőségek, de a városokban lehet nézni filmeket, most már ugye számítógép mindenhol van, lehet bekapcsolt film, és Hare Krishna, 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 Hare Krishna, az ember, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, és ott akkor jönnek a szamszkárok, ugye az élmények, ugye a szamszkár azt jelenti, hogy élmény, vagy azt mondják, hogy mondjuk filmet nézni, az már ebbe korba, az már jámbor dolog. Mert az passzív dolog, sokkal intenzívebb ez, mikor Facebookon csetelsz valakivel, meg posztolsz, Hare Krishna, 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 válaszol az e-mailekre. Az a baj, hogy így ez már nem aparat. Amikor valaki szabályként veszi, hogy én gyapázok, és mellette bármit csinálhatok, mert úgysem megy, mert ezek a vyudana szamszkárok elvisznek a tudatomat, akkor én megígértem 16 kört, megértem. Nem, az nem ígértem, hogy figyelmesen. Én majd halál pillanatban Krishna segít, nem segít. Miért? Mert nincsen más szamszkár, amit úgy hívják, hogy Niroda szamszkárt. Hanem csak Vyudana szamszkárokat erősítettem a szent névvel, és halál pillanatban mire fogok gondolni? Amit csináltam egész életemben. Ez lesz a utolsó gondolat. Ezért első tanács harcolni, nem adni fel. Ahogy csak észrevettünk, hogy elment az elmém, valamikor nem veszünk észre. Nem baj, mert
nehéz az gyerekkorunk volt. De aztán észrevettünk, elment az elmét. Jó, rájöttem, vissza kell hoznom, akkor hozzak vissza. Megint elment. És lehet, hogy egész életig, hogyha legalább így harcolok, az már legalább nem námáparát. Krisna fog segíteni. És utána, ugye, szóval én nem adok fel, és nagyon figyelmes vagyok, hogy mit csinálok. És amikor jönnek az érzéktárgyak, akkor tudom, most vüdana szamszkára lesz. Hogyha most, akkor nem is gyapázok, de jönnek valami érzékjelegi dolgok, ami nem fér be, vagy ami meg tud zavarni, akkor én tudom, hogyha most foglalkozok ezzel, a gyapába fel fog jönni. Nem fogok tudni gyapázni. Ugye azért Bhaktivinoda akkor magyarázza, a gyapa az nem csak ez a 2 óra, hanem ez a 24 órában. Minden, amit csinálok, az adja szamszkárokat, amik fognak majd gyapába jönni. És ezért vyudana szamszkárral kell mindig harcolni, és kell figyelmes lenni a tudatban. Ugye mi a legelső utasítás Bhagavad Gita-ban? Ki tudja? Ki olvasta a Bhagavad? Figyelj! Ugye, amikor kivette 2 hadsereg között Krishna, Arjunát, és mondta neki, na most figyelj! Kik vannak ott, mi történik itt? És akkor pánikba esett az Arjuna, amikor elkezdte figyelni, hogy oppá, hát itt nagy baj van. Szóval ez az első utasítás, lenni figyelmes. És figyelni a gyapánt, legalább észrevenni, hogy elment az elme, vyudana szamszkárák, elvitték, már valahol nyaralok, valamilyen filmet nézek az elmébe. Ez az egyik. A másik, hogy ugye van nekünk ez a nirodha szamszkárok, ezek pici-pici morzsácskák lelki szamszkárokból, amivel rendelkezünk, lelki élményekkel. Egyszer énekelt gurú, mi vele táncoltunk, és fú, elszállt a világ, csak így maradtunk mi, gurú, bakták, rádisám, nem éreztünk időt, teret, ugye, volt mindenkinek. Vannak ilyen morzsák. Valamikor gyapáztunk, valamikor hallottunk baktának történetét, és ez adta nekünk valami lelki szamszkárt, nirodha szamszkárot. És van mindenkibe, és mit kell csináljak? Erősíteni kell. Hogyha én foglalkozok vyudhana szamszkárokkal, akkor táplálok energiával, akkor elviszi az elmémet. Ugye ez a 2 kutya. Mindenkinek belül van 2 kutya. Egy gonosz és egy jó kutya. És melyik fog győzni? Amelyeket etetünk. Így van, és ez a szamszkárokról van szó. Az egyik kutyának a neve, vyudhana szamszkára, a másiknak kutyának, hát nem mondjuk, hogy kutyának, nem. Nirodha szamszkár. És ezért az egyik akkor tanács, hogy mindig harcoljak és hozzak vissza az elmémet a Szent Névre, meditációra. A második az, hogy gyűjtsek össze ezeket a nirodha szamszkárokat. Olvassak Srila Prabhupád könyveket. Srila Prabhupád lelkivilágból jött. Ő kincs, végtelen mennyiségű kincs, mint Krishna végtelen, Srila Prabhupád végtelen kincset tartalmaz magába a nirodha szamszkárakból, lelki élményekből. És mikor mi olvasunk Srila Prabhupád könyvekkel, mi rakjunk hozzá még egy kis morzsát, de ez megint figyelmesen kell olvasni, ez egy pici kis pici feltétel. Ugye mi sokszor leülünk, na akkor ma olvasunk. Elment egy mondat, és már vyudana szamszkára, és már lalalalalala, aztán miről olvastál? Jó volt, tetszett, lelkesítő. Milyen volt a lecke? Hú, olyan jó lecke volt, olyan jó, miről volt szó? Lelkesítő volt. Ugye? Vyudana szamszkára elvitte, és lelkesült. Ez egy mikron kis nirodha szamszkárának a árnyéka maradt, hogy lelkesítő volt. De mikor mi próbáljuk olvasni Srila Prabhupádnak, ugye, mert ott van történeteket, ami ő leírja. A nagy baktáknak a történeteket, akik szíve túlcsorog nirodha szamszkárokkal, mi ezzel erősítjünk, töltjünk a nirodha szamszkárakat erővel. És ők úgy működnek ezek a 2 szamszkár, mint kötőerők. Hogy működnek a kötőerők?
dósa, ki ugyanúgy működnek három dósa is, harcolnak egymással. Amikor egyik dominál, másik el van nyomva. Észrevettétek, mikor Vyudhana szamszkára van, akkor nagyon el van nyomva minden lelki dolog. Ki próbálta ízt kapni, miközben a Vyudhana szamszkárak alatt van. Lehetetlen kapni ízt szent névtől. Ilyen erőltetés, az egész mesterséges színház, az egész lehet érezni. Mert miért? Mert nagyon el van nyomva. De hogyha mi olvasunk Srila Prabhupád könyveket, hallgassunk Vaisnavakról, Vaisnavak történeteket, és szedjünk morzsákból, kezdjünk építeni Niroda szamszkárt, és elmét visszahozunk, akkor ezzel mi elnyomjunk Vyudhana szamszkárt, próbáljunk, és ez erőfeszítés elején, ez egy erőfeszítés lesz. De nem szabad feladni, mert megjön ez a pillanat, mikor megerősödik Niroda szamszkár, és le fog tartani már a többi. És az már matematikusan fog menni, de ez a végén. Mint a biznisz emberek, nem tudom, vannak bizniszbak? Amikor valaki kezdi üzletet, bizniszt csinálni, elején nagyon kell dolgozni, nagyon nyomni kell. Éjjel-nappal kell dolgozni, de mikor már milliárdosa válik, akkor már csak százalékból él, akkor már nem is dolgozik az igazi üzletember, ugye? Már mindenki neki dolgozik. Itt már meglátja más világot. Ugye mi most egy másik világot látjuk. Három kötőerő keresztül látjuk a világot, a helyzeteket, a mi és a bakták között, más színeket, teljesen nem így, az valóság nem is olyan, amilyen mi most gondoljunk, látjuk. Ugye, teljesen más fog. Krisna völgyet hogy látunk? Sehogy. Sáros, nincsen levél, nincs virág, ugye? Mi így látjuk most. De mikor jönnek a Niroda szamszkárok, akkor nem így fogunk látni, hanem úgy, ahogy leírja a Sivaráma Maharaj, ő hogyan látja a Krisna völgyet, ugye, a könyveibe. És akkor, nem, és akkor ez megváltozik a látás. Ugye, rád is jár, majd máshogyan fogunk látni mindent. És ezért a japa az már máshogyan fog működni. Szóval akkor egyik ez a harcolni, hogy visszatéríteni az elmét a meditációra, észrevenni, hogy most Vyudhana szamszkára uralkodik, nem akarok valahogy, szeretnék visszahozni az elmémet. A másik, olvasom Srila Prabhupád könyveket, és próbálok erősíteni tudatosan inkább Nirodha szamszkárokat, lelki élményeket, hogy ők fognak adni erőt. Ez is egy energia megint, szamszkárok energiák, fog adni energiát nekem, hogy tudjak meditálni a szent nevén. Szóval ez a jóga, amit itt mondja, és akkor, hogyha így tudatosan próbáljunk gyakorolni, elfogadjunk ezeket a tanácsokat, amit itt is mondja Srila Prabhupád, akkor igazi jóga lesz. Akkor tudjuk mindig gondolni Krisnára, és megszabadulni a három kötőerőtől. Rendben. Köszönöm szépen. Kérdésekre majd máskor idő. Sisi Radha Shyama Sundar ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanande Hari Bol. Gaura Bhaktavrinda ki jai.